Vágj ezt. De nem merek egy fejem fogom lőni, ami. Igen, a másik. Geci, a stumpoddal kell irányítani el.
Ma volt be. Hát akkor én inkább már a izé mögé raknám a PD mögé. Benéz. Nem, mindkettő. De nem arról beszélünk. A PD mögöttiről. Roncs te lehet. Nincsen bent az a makkolás, az egy makkolás. Az, amire a zak gondol, az, ami a Nightpool-on volt bent lehet először. Ami... Mint három egyszerre. Amire meg én gondolkodok, az meg a izén van. Az a Csúl-Budapesten van, igen. Az még fasz. Meg ami most van bent Nightpoolon. I az MG. Mert hogyha OC megy oda, akkor az már nem MG. ez ki jött? Szia, Vic! Hol vagyok? Te se tudsz nem vezetni straka? John Wicker nagy 10-8. Nem. Mit vigyek?
John Wick-t most hagyjad. Egyet lőttek ki a hatszorat. Mit hagy, vagy micsoda? John Wick hagyjad már ezt a kocsit, amit üldözik, az. Én semmit nem üldözök, itt vagyok PD-n. Akkor ki üldözi azt az autót? Nem tudom. De most akkor elkapjuk a gel, vagy gelit, hollósit, vagy nem? Kérdéses. De miért? Kösz. M4-et vegyek ki? Még ne. Állj már félre. Jó, akkor itt meg vártok mindenkit kérdés. Jó, mik megvan még a Mustangod? Igen. Szükség lenne rá. Jó, veszem. Be, hova menjek? Máshova elvesztettük. Ezt elvesztettem. Kit keresünk, vagy milyen autót? Hi, yeah. Egyébként Hollósi Jánost. Egy Lamborghini, aminek nem tudom milyen van. Evening. Jelölt lamba. Jaja. Gyorsan gyorsul, de a végsebessége lófasz. Piros lambó? Pozitív. Van nálam. 10-20. 10-20 Republik. 11. Üldözd. Azt a rohadt, nagyot ütközött. Hát akkor megvan. Kérem. Oldalt, teljesen az oszlopnak. Nincs mentő a városba, de egyébként hívtam. Jó napot, Fakabátot. Jó napot, János. Maga honnan tudja a nevemet? Hát, honnan? Ja. Végül is nem beszélgettünk, meg nem ismerem a szerőtelep majdnem összes dolgozóját, meg ilyesmi. Jaj. Miért? Így jól van? Tudja, mit ellátom magát, mint nagyon... Ne, inkább ne. A bocsánat. De visszarakom álltam. Így idők a csomagtartót kinyitom. A csomagtartóban összem a ősis kintáskát. Az majdnem én voltam. Az a másik segélytáskát, a Jánost, vagy mi? Vagy tehát nem a voltak kell kapni? Hát de hogyha ő ment. De hogyha ment, de az még nem biztos. De nem. De nem érdekel, és nem biztos. Majd megoldom másképp. De hiába hagyd, igen, nem érdekel őket érdekel, szóval nem lesz. Ez van.
És őt az ezzel kaptuk el, mert menekült elő. Én is szeretném venni a rambugyra. Idők. Lehet, aztán nagyon sok egy táskát kinyitom az el... Fejezem be a sokkolgatást! Kiveszem az első, felnyitom az első segításkát, az első segításkát, bal elett léveszem a köccet, majd a gézlapot, majd az orvosérek, azt tud. Hang nem ismerhető. Itten az órak mi a faszom fáj? Nekem? Faszod, az biztos, nem? Hát, be voltam kötve, úgyhogy... Nem, hát... Kicsit... Úgy teszed, hogy kárdukot, Jani? Alapvetően a bal vállam kicsit itt. Igen, jó, akkor idők óta sem megtapogatom, majd picit megszorítom. Jó, rendben, hát eltörve nincsen. Még jobban picit megtapogatom. Uram, addig valamelyik kiszabja a bírságot, mert utána... Hát ebből nem biztos, hogy bírság lesz. Szóval idejök az úrnak a vállához, picit megkocoltatom, hogy megnézem, hogy el van-e törve. Jó, nincsen, megnézem ugye ezt, talán megvan zúzó, de hát minden lényegtelen, mintha kiugrott volna a helyéről. Úgy látom, szóval ezt nagyon kurvára fog fájni, de ezt most visszarakom. Megfogom a mellkaset, majd a másik kezével visszatalom a vállát. Úgy, uff! Jó, rendben. Tudja mozgatni? Tudja mozgatni? Jó, az esetleg elkításkából előtt a fájdalomcsillapítót, én nyújtam az úrnak, a zsebembe leveszem a gyümölcsvet, majd gondolom az úrnak, azt együtt szépen megegítettem, jó, rendben, ettől nem fog fájni. Továbbá idők az esetleg az elsősegélytársakból előveszek egy kötszert, rét, tekercset, hogy akkor az úr az kérem tegye egy fel a kezét. Feltennél? Köszönöm. Így szépen meg kell kezdenem körbetekni itt a hónalja alatt. Szépen óvatosan végig itt föl a kezén. Jó, leteheti. Lenne kérdésem. Szóval, hogy én majd a vezérelves úrra mikor tudom beszélni? Oltyúci? Igen. Nem, a Lohman azt mondta, hogy nem. Tudom, épp ezt akartam neked mondani. Tudom, de hát bekapott ki, hogy itt mi a mi. Ha már Oltyúcigi. Neked írtam, mert... Vágom, de nem oda voltam le, mert épp elfészek. Jó, persze. Hogy ellátom a sebeített a fal. Jami. Van egy kis. Amúgy olcsó cigő volt a Jelly. Igen. Aha. Ja, de akkor most vele mi lesz? Nem tudom, mert a LOL mert az előre megbeszélt CK-ra, azt mondta, hogy Ákos más dolga van. Hát igen, mert ugye meg nem volt kedvetek, úgyhogy nem lesz az, hogy... De hát nekünk van kedvünk, ne jegyek, nincsen hozzá. Hát akkor... Hát de mi az, hogy most meg nincs kedve? Én meg egész hétvégén nem is leszek itt amúgy. Hát... Meg egy balaszóra. Szóval... Na, Lux, mindig folytasd el. Gyorsan az orcsóra segít, hogy a... akkor nem tudom mi legyen, mert nekem dolgom vannak. Ezért csak azért jöttem fel, hogy megnézem tudod a PDN-el mechanikát. Az a baj, eléggé beleástuk magunkat most többen. Hát én vágom, de most így szép, most lerpézem, utána már egyszer faszom, mert engem nem érdekel. Jó, mert utána le is lépnék. Jó, akkor back. Addig John Wick nézd meg a BTK-ba, hogy mennyi büntetés jön, közben én még folytatom, hogy szépen a kötszerrel körbevertekerem, szépen vertekerem a nyakába, hogy tudjam. Büntetés. Így levők a első rétsavak, az elhosszatjukba, majd felemelem. Majd felemelem. Visszajelzem a csomagtartóba, majd lecsukom azt. Na jó, kap egy számlát, azt mehet a gyászba. Mondjad. Mondjad. Mit? Hát tudom ezt szarulni, ezt kérem most izét csinálom a helit. Hát először is lesz $500 az oszlopok kidöntése miatt, mert hát igazából, hogyha kibírna dolni, akkor... Kaptam egy számlát, hogy... Tehát egy $500 az oszlopok kidöntése. Az igen. Mindjárt mondom a következőt.
Na, atya úristen. Jó? Nem tudom, mindjárt elég közel. Nem akarok meg egyszer. Na jó, ennyi elég lesz. Viszlát, Ólósi. Mehetek is, de hát. Hát ez van. $1000 megkaptam a menekülés elől? Nem, odaadhatja neki. Jó. Uram? Igen? Ólósi. Sietnek. Szóval egyébként, ha már itt a szerelő, az úr nincs kedve meg se. Hát nem, nincs, nincs, nem, nincs. Ő már kaptam úgy. A számlát? Én nem. Hát a számlát. Megkaptam, ne adjon ki még egyet. Jó, jó, mindjárt még megnézem, még mi van. Ennyi elég, John Wick, John Wick elég, enged el. Jó, mindegy, akkor elrakom vissza a tabletet, azt mondjuk. Viszlát. Köszönöm szépen. Na, akkor most mi legyen? Na, nekem te ne. Jézusom. Na most tehát mi történt benne? Semmi, hát aludtam. Jó, hogy akar. Persze. Jó helyet. Csak a kocsit is. Nem tudom, miről beszélsz. Látunk sem. Nem, nem, semmit nem látunk. Ami miről nem tudsz, az nem fáj. Hát, hogy neked az fáj. Jó napot, egy szerelés lenne. Jó napot, egy szerelés? Rendben. Mosás, az kell rá, uram? Nem. Rendben. Még hogy én nem tudok vezetni, te itt felkarcolod a patkot. Fú, de ronda egyébként. Hát, hogy tényleg ráveszem az ügyet, és legkülönbözőből egy kicsit, hogy tudsz ilyes meccs. Én most a helikoptert csinálom. Mondom. De akkor már nem úgy kéne megcsinálni, hogy az egyszer beizélem majd ugyanazt. Hát, ja. Egy kocsinak az izélyt választod. Jaja, most az a baj, ezt nem kell így alassza, hogy mégis mi a feladat? Mert előbb azt mondta, hogy texturázom újra úgy, hogy mentős legyen, de most meg bejött megkérdezni, hogy miért mentős helikoptert csinálok. Szóval lehet, hogy a PDC-t kell átraknom. Hát de azon nincs is sörvője, akkor ezt tudjak adni. De van rajta. Van rajta csörvőnyi. De egyébként az ilyen mentős sörvőnek nézhet PDC-nek az... Persze. Hát de nem, nem az én döntésem. Egyébként nagyon köszönöm, hogy nem tudom, hogy nem tudom, hogy hát, szerintem nem annyi, hogy rosszul van megcsinálva. Köszönöm, viszlát. Szám... Ja, nem bírok neki, azt hiszem, ingyen van, jól tudom, nem? Megcsinálva, csak a
hípódra van téged. Igen, azt mondom. Azt mondtam én is. Uram, a rendőrök összekem nem mondták el, tegnap jöttem. Ingyen van. Meg, hogy a ingyen jött rendőr. Akkor viszlát. Azt a kapit is. Nem tudom, hogy üldözök egy sárga motort, most majd benézz elé. Benézz meg a talanokkal. Maradjatok, akkor benézni, arra megyünk. Most megy oda. Elment a benézz előtt. Kész jussz. Az gól. Így tud vezetni. jó van, főnök. Kicsit kitekerődött a lába. Jeci. Nem ki fogom megtartani a vezetőjébe. Ennyire nem lehet vezetni ezt a Victoriát? Nem az, hogy a Victoriát nem lehet vezetni, ő nem tud semmit. Foglak fokozni, amíg egy szót szólsz. Ah, ne, a kezem érzik. Jaj, hozok kötést. Kurva élet. Néztem még egyszer. Idehozom. Leteszem. Kapom a... melyik bal kezét. Úgy kiveszem a bandást, felhúzom az ujját. Jó. Elkezdem tekerni. Teker. Jó, új. Körbe is teker. Na, veszek ilyen kapcsot. Becsatolom. Elvágom a gész. Úgy. Itt egy jegezzacskó, ezt majd kapja rá. Nem fog annyira sajogni. Fájdalomcsillapított kér. Akkor azt is megfogom, így bele a szájába. Nem passzus a kezem főnök, ne aggódjon. Tessék? Hát a gyógyszer. Szóval igen. Mondok már. Így csak az nincs nálam. Igen, akkor sikertem. Hallottam meg? Igen, nincs nálam. Hagyd már neki. Várj, adok neki sikertem. Várj, így most beraktad a főnököt az autó alá, nézd meg. Jobban vagyok. Most akartam egy kicsit. Mit veszed le a nadrágot? Mit veszed le a nadrágot? Úgy volt cigi, amire... Hárt lesz. Úgy volt cigi, még egyszer voltam, hogy hárt lesz kijött az, mint egy Martonban izé, ment és felfézni. Itt van a motor. Benéz. Megyünk. A 10.44 ez az indul a KSZ-re, igaz? Baszki. Szép volt. Vigyázz! Menj körbe.
blokkolhatom őket, ha rájuk látok? Mhm. De nem most hívjanak az emberekhez. Bevettem, nincs nálam semmi motor, semmi, komolyan. Semmi. Nyugi. Rossz oldal. Sikátorba menj. Nincsen nálam semmi. Álljon meg. A sikátorba menjél, John Wick. Mondjad, semmi sikátor. Sikátor. Az egyel arrébb, mert ez a srác elmenekül. Semmi sincs. Nem tudok, be van ragadva. Nézd hát, komolyan. Akkor miért menekültök? Ő menekül, ő vezett. De te miért nem szálltál le? Leszálltam, felmásztam utána, nem másztam fel magyarán. Nem csinálok semmit, na, Alperi, kérlek. Barátok vagyunk, tudod. Itt nem látok sem. Na. Hát mert most már elment. Istenem. De nem jött ki sem erre. Belefoglak rak. Be foglak rakni az autóba, a bűnésbe, és majd meglátjuk. Szerintem fent van tető. Én, engem. Visszacsatolom ezt az oldalomra. De miért? Én nem semmit. De akkor itt ki nem szalaszott. Az újra fogjuk, majd a bal közé pont rázom a bűnésbe. Én egy idő alatt szerintem nem bűnés. Áron, csalódtam benned. Menjek tetőre. Rát, majd ezzel együtt rátettem a vezetősz, még nem. Akkor miért? Azért, mert kinyitom az ajtót be, és óvatosan besegítem az urat. Másik meg van. Hát itt nem. Azt mondom, már kurva rég elfutott. Lenne löki a... Jak le? 10-9. Jó, megvan. Hát csak mindig fosok, hogy lezúgok a létrán, amikor hogy odaállok elé, és elkezdek lefele menni, akkor hogy leesik. Nézzétek át a környező utcákat. Hát gyalog van, úgyhogy ilyen. Hát azért mondom. Elnézek legközelebbi publikhoz. Az a baj, hogy itt fingom nem volt, hogy itt le lehet jönni. Tízni, de úgyse lesz ott. Áron, ne foglald a motorom! Fekete ruhában volt? Köszi! Most már csak azért is, ja mi? Áron! Mondtatok valami, gyere majd, kérlek! Túl messze vagy, nem hallak. Áron, mondtatok neked valamit? Mondjon. Szóval, ami közisztem, elbogarasodott a pénzem, megszállták a bogarat. Azóta nem tért vissza hozzám, ezért nincsen pénzem, hogy ezt motorom még egyszer kivagyom. Szóval ne foglalni, kérlek. Köszi. Mert amúgy... A motor. Na, Straka, hajd abba. Köszi. Köszi, Straka. Azt te vagy. Nem tudom, így hívlak most. De maga honnan tudja? Nem tudom, én találtam ki, most így hívlak. Na. Vagy a felülöm Nerckával is, nem tudom, ami szeretnél. Köszi, kis környéket vissza. Most a Martinez-t keresztetek, ez most... De azt mondta az Áron, ne foglalj! Mivel is megvan a piros? De várj, kérlek! Nincs pénzem, hogy kivegyem még egyszer a pirosba. Kérlek. Pont azért, hogy ne foglalj. Ne foglalj le, hagyd a fazba. A piros... Az nem tudom, hogy kukosád, de oda... A piros az a jelly, és akkor vele most mi lesz? Mindegyik. Azaz mit mondott a srác? Azaz jól hallottam? Ki ez a Jelly amúgy? Az érdekel. Ez mellé kellett volna egy olcsó cigi is. Hát mondtam, hogy fejbe mondtam. Vagy hogy fejbe mondom. Hallanak? Ja, hallom. Tehát mondtam, hogy, hogy fejbe mondom, hogy ez a gyermek, vagy nem azt nem hallott, tehát én nem fogok beszélni. 10-9. Nem mondja, hogy nem lesz, hogy tudás nem szépen. Ja, jó rendben. Váj. Amúgy én még meg vagy a bilincsenve? Miért? Ága sem. Miért? Mert kaptam a mobilom érdesítést össze, de azt nem tudom megjelzni az egyet. Hát akkor én itt hátra nyúlok, megkérdezem, hol van a telefonod. Igen, és hát hol van a telefonod? Hát a jobb zsibemben, mint a... Hát... Minden heteroszexuális embernek ott van.
hátra nyúlok, a jobb zsebedből kiveszem a telefont, és megnézem, hogy mit írtak. Jajó. Nem tudod a bilincs miatt mi? Nem tudom megnézni! Várj, akkor csak addig leveszem rólad. Jó. De... Nem fog elszokni, Nyugi. Nem vagyok egy donárpes. Amit egy... Mi a donárp? Nem tudom mi. Én se le. Kösz. Kisegítem. Ja, nem rapizzuk le már egyébként, csak azért lettenek ki, hogy megnéztük, ki írta. Amúgy én tudom, ki írta. Hát az jó, de kicsoda. Mi mit ír bele? Ja, még rajta van a bilincs. Istenem. Aj, komolyan. Hogy vagy ez, mármint hogy... Na, ne, na. Csak egyszer a kívül. Na, mit írt és kicsoda? Halló? A testvérem írt, hogy én hol vagyok. Hollós János, jó. Te akkor visszarakok az autóba. Egyre már akarom kiválaszolni. De most írt Járon. De nem tudom, mi írt vissza. Hát ez ilyen. Ez ilyen, azt mondja. Megkaptam a segít, nagyon jó. Ah, jó, nem tapasztalat. Haladunk. Van már 350 dollárom. Juhú! Szerintem megvan a fekete... Jön a... meg. Nem csináltam a semmit. Én most kibírtam, de se jó kis fiú voltam. Itt van a tökernél, megnézem. De nem akar kocsikázni ebbe a fos, mármint ebbe a kiváló GTM-be. Hát pedig ez most ennek az abba fogsz ülni. De, Isten, válaszolhatni a testvéremnek, könyörgöm. Úgy tűnik, mint hogy igen. Vajon? Ebből baj lesz? Mindjárt szólok a testvéremnek, ezt hozzuk. És a komplet maffiát hozza. Láttam, hogy nem értek, hogy kényszer öltet, hogy nekem nem jöttem a fegyőt. És hát először is... Most beszél a... Hát fel akarom menni a ruha, mi az ugye a munkarulámat. Akkor ezt látom, hogy gyors, hogy nincs kocsi. Álljam, hogy pillanatra az úr. Igen. Ki vagy? Mártin ez, nem? Igen, most mennék a telepre, mert hívtak, hogy látom. Azért... Légy szóval állna fel, az egy pillanatra. Tudom, még egyszer? Ki szeretnél válaszolni a tesómnak? Köszi. Nem. Léci, mert tényleg álljad a falhoz, Léci. Álljon, majd nem, okay. Szedjék ki az autóba, válaszolni szedik a testvéremnek. Kizsartok a izének? Vagy majd enni fogok? Csak hogy ne ugye menjen. Adjál békén kábel! Na, jó. Ne, az üveghez ide a betonhoz, Léci. Tessék? Kábel, sajnálom. Bocsi. Jó. Tehát van a kezed, Léci, és... Hát én így hívlak, szóval sajnálom. Jó, mindjárt az úr az átkezdem át zsinálni a ruházatát. Belenézik a cipőjébe, óvatosan, jó, szépen körbe a bokáját, föl a vállián, föl a csípőnkján, föl a térdei, körbe, föl a combján, a belső combján, a csípőjén, körbe, így óvatosan átett föl a kezét, így óvatosan, jó, itt is, így a hátat, még egyszer. Én ebben sem szólok oda. Karját is éppen óvatosan, időben belenézek a cipőjébe, megnézem az okniát, óvatosan, jó. Így körbe csípjük, nem? A bokányát föl a vállalján, föl a szívcsontjuk, körbe végig, föl a térdig, föl a bokányáig, a bokányától, föl a csípőjéig végig, föl a combján, a belső combján, még ezt a csípőjén, az oldalán, majd a másik oldalán, Mártin ezt fordulj meg, Béci. Így? Itt is óvatosan végig körbe, hogy minden zsebet, a nadrágon lévő zsebédet, mindent, meg a másik oldalán, a pulcsin is a zsebet, megnézem, majd óvatosan végig föl a párkosodat, a testet, mindenhol. Jó, a Márti, ez mehetünk. Rá tudok vinni gyors, itt fel. Csak már kocsim az nincsen. Halad? Halad? Inkább itt a szállat, valószínűleg tudom is van. János. Zoli. Kösz, jó. Jó, akkor talán elengedünk. Talán elengedtek, kösz, jó vagy. Ha elmondod, hogy kiült a motoron. Az a motor az enyém. De kiült a motoron elől.
Én. De nem, mert két ember ült rajta, ki a másik. És ha nem mondom el, akkor velem mit csináltak? Hát akkor rajtad lesz elverve a ügye. Ami úgy mit akar? Hát börtön, valószínűleg börtön. És mennyi idő? Engem ezt hát, nem tudom, pár óra. Mennyi? De Aaron, azért én ezt átolvasnám azért előtte még a izé szabályzatot, ha nem gondolom. Én tudom, fejből. De én azért én erre nem kaphatok pár órát. Hát, nem úgy tűnik, de. Aaron, ne legyél már köcsök, kérlek szépen. De. Komondd el, hogy ki vagy melletted vagy. Ja. Nem. Te most elmondod, hogy pontosan mennyit a meg, és akkor lehet. Az, te is tudsz vezetni, gratulálok. Az én szememben nem mentünk neki. Az én szememben... Nálam nem ment, nem mindegy. Nálam igen. Az én szememben nem mentünk neki, nem mindegy. Az én szememben... Szóval, mondd a pontosan, hogy mennyit kapok, és akkor találkozom. Mm-hmm. Van ez jó, az annyi. 2 óra 15 perc. Jó, van átfájtás. Pontosan ennyi. Én sosem úgy használom.